25. állomásához érkezett a Jenei Trade Kupa. A Halasi Tenisz Klub szervezésében ez az egyik legpatinásabb rendezvény a versenynaptárban. A tervezett 9-es játékokat most lehet, hogy utakadok 6-osra, mert ezt a meleget nem valószínű, hogy bírjuk. Elég szép számú nevezés van, 14-15 párosnál tartunk eddig, akik előrejelezték a részvételi szándékukat. Én nagyon bízom benne, hogy a mellegelnére nagyon jó hangulatú és élvezetes játékot fogunk tapasztalni a pályákon. Ez mindenképpen a klub életében nagyon fontos, ugye van egy néhány ilyen kupánk, a Jenei Téd, illetve a Baksa László emlékversenyen, a Straviával együtt. Ezek azért is jók, mert ezek nyílt versenyek, tehát a környező klubokból is érkeznek versenyzők, és tényleg ez egy csapatépítésnek is nagyon jó. Ez a kezem? Jó, tehát a kettő csoport közül lesz valamelyik az ötös, most még egyet? Akkor ez a kezem. Jó, tehát akkor a D csoport lesz négy, vagyis ötfős, a D csoport lesz ötfős. Jenei György is ott volt a sorsoláson, azt mondta, számára öröm, hogy még létezik ez a sorozat, és változatlan a cél, ez pedig a csapatépítés, a barátságok ápolása. Talán a legrégebbi teniszverseny kiírói vagyunk. Elsősorban a hölgyek és az uraknak a közös szórakozását próbáltuk ezzel megkönnyíteni. Nem volt ugyanis még a kiírások előtt egy ilyen vegyespáros teniszverseny, ezért határoztunk el 25 éve immáron, hogy egy ilyen jellegű, jó hangulatú teniszversenyt próbálunk megszervezni. 25 év kisebb-nagyobb sikerrel, de mindig összejött és rendben is volt a teniszverseny, köszönhetően mondjuk a teniszklub mindenkori vezetőségének. A lényege az, hogy egy nagyon baráti, jó hangulatú verseny legyen. Eleinte még csak a saját teniszklub tagok jelentek meg, később már külsősök is, úgy, ahogy ma is én úgy látom. De a lényege az, hogy egy jó bulis teniszversenyt szervezzünk meg, és adjunk lehetőséget mindenkinek egy vegyespáros megalakítására. Hát, ha ez későbbiekben is tovább folytatódik, ugye, hogy a párok megmaradnak, és a teniszt ugyanúgy folytatják, ahogy eddig. A kánikolai hőségben sokan figyelték az egyes pályát, ahol a Szörfi Baranyi páros játszott a Gizur kis kettőssel. Az időjárás az szerintem nem probléma. A motiváció, hát minden évben szoktam indulni a Jenei Trade Kupán, amennyiben találok magam mellé párt. Most szerencsére sikerült az Edith jó voltából, úgyhogy megpróbáljuk. Halasi fiúk kerestek lánypárt, és Edith szólt, hogy hát ha eljönnénk versenyezni. Mennyire zavar az időjárás, vagy zavar-e egyáltalán, vagy mi a cél egyáltalán? A győzelem, a részvétel, vagy attól, hogy játszatok egy jót? A részvétel meg a jó játék az a legfontosabb szerintem. Az időjárás, megszoktuk már ezt a meleget, meg nem kell egész nap játszani. A 40 fok körüli hőmérséklet egyáltalán nem látszott a játék minőségén. Áldás csaták voltak valamennyi pályán. Igaz, a játékosoknak minden egyes pontért meg kellett izzadniuk a szó szoros értelmében is. A 17 páros között volt a Michelek Kata Domján Tamás kettős, akik évekkel ezelőtt a Halasi Klub színeiben versenyeztek. Most hazatértek, és mint elmondták, szívesen vállalták a megméretést. Tamás a beszélgetés során is előzékeny volt partnerével. Kezdte nyugodtan Kata. Gyerekkorunk óta barátok vagyunk, és hát már évek óta tervezzük, hogy itt Halason, a szülővárosunkban indulunk közösen egy versenyen, és hát ez a Jene egy jó alkalom, mert minden barátunk, ismerősünk itt van. Tomi, neked mi volt a motivációd? Hát nekem is nagyjából ez, nagyon rég indultam a Katával együtt, nem is tudom. A gyerekkorunkban meg órákat edzettünk. 3-4 éve talán, de még talán ez a Jenein még egyszer se vagy, akkor ez már nagyon rég volt. Nagyjából ezek miatt jöttem Katával, jól érezni magam igazából.